Itt a kis fáradt ember, igen. Ajjajjaj. Nagyon fáradt vagyok. De jó dolgod van. Jó, nagyon döglünk. Nem is pihensz tovább, mert most megyek el itthonról. Úgyhogy... Jó van. Jó viselkedjél. Ja. Egyem meg a szárat. Szeret dögleni. Jó. Jó viselkedsz? Nem soká jövök. Oké? Okay? Aludjál csak. Szép napot, gyerekek. 12:30, 25 fok meleg. Oké? Okay? Gyönyörös jut a nap. A szemetet beholta ide a szél, de mindegy. Hát, jöttök velem egy kicsit. Elviszlek Benedeket. Beadatom magamnak a második injekciót, a Pfizert, és onnan elmegyek a Home Depotba, aztán oké, Home Depotozunk egyet, és utána meg még elmegyünk, és egy kis kaját is veszünk, jó? Hát kaja vásárlás, az csak annyiban lesz, gyerekek, hogy megtörtént az a gyalázatos dolog. Képzeljétek el, hogy egyik nap Évi vett ki tésztát. Hát van az a úgynevezett spejz rész, ahol a rizs van, rizscukor, prézli, mit tudom én, száraz tészták, olajak, egyszer só, meg ilyesmi. És kibontsa ezért a zacskót, és bassza meg tele volt zsizsikkel. A kis fekete bogarakkal. Hú, a szentségét. Sok évvel ezelőtt már volt ilyen. És képzeljétek el, hogy végig nyitogattuk ki az összest, a rizsbe belement, mindenbe. Úgyhogy el volt fertőzve ott az egész. Hát, mindjárt be egy zsákot, bele mindent. Kifertőzte, kihipózta, kitörögette az összes izét, prézlit minden kidobott, rizst, az összes tésztát nem szarakodtunk. Az edényeket kifertőtlenítette, kihipózta minden. Na, úgyhogy azokat kell most visszavásároljam. De hát nem annyi, annyi volt ott videós. Ott álltak. Hát valahogy be hazahoztunk valamit, mert már volt, egyszer vettünk nem tudom mit, benne voltak ilyen fekete kis szarok. Na mindegy, túl vagyunk rajta, az undor nem egy jó érzés. Anyagilag nem érdekes. Veszett már több is mohács nála, azt mondják. Hát nem gond. Itt jön a biciklis gyerek. Úgyhogy elmegyünk, és hát most szabadnapos vagyok ma, holnap. Illetve hát ma úgy vagyok, hogy ma dolgoztam, most aludtam 4 óra hosszat. Kicsit lefürödtem. És hát elmegyek, aztán meglátom, hogy hogy sikerül. Megpróbálom beadatni a második lövést. Second shot. És már idő megvan. Aztán 25 nap. Szombaton kellett volna menni egyébként is. A Pfizer vakcinát. És hát a Home Depot meg azért megyek, mert kellenek ezek a zárak. Tudjátok, a konyhabútornak a amikor kinyitom, meg becsukom is, ami az a klikkek, klappok, vagy mit tudom, mi picsa neve.
Na, olyat kell, hozzak 20 darabot. Semmi mást. Veszek ki pénzt. Ha akartok, gyertek velem, oké? Bevegyünk a drive-thru-ra. Itt veszek ki. Én itt szoktam kivenni a lóvéból. Bankszámlámról. Egy kis aprót. Egy kis apró pénz, gyerekek. Kipattintunk gyorsan. Megkérdezték, hogy vagyok megelégedve a szervizzel, tehát amit csinálnak. 1-től 10-ig kellett pontozni, hát persze, hogy a 10-est beütöttem neki. Hát jó, hát figyelj, addig, míg megkapom a lóvémat, addig semmi gond, igaz? De hát végzi a dolgát. Na. Jó van. Várjál csak most, hogy is megyek. Jaj, merre vagyok. Na most így a kertek alatt megyünk. És mert ide kertek alatt dolgoznak az ácsok. Ide hallik a kopácsolások. Na. Szóval. Dabor. Piroska van. Pirosok kikanyarok. Simán. Aztán. Én azt hiszem először elmegyek a vakcináért. Legyek túl rajta. Remélem, hogy semmi baj nem lesz. Utána, mert hallottam olyat, hogy volt akinek ez. Side effect-je volt, ilyen mellék tünetei, vagy mi a picsa, és akkor kiszáradt a torka, meg azt mondja, hogy az volt nekem is az elsőnél. Volt ilyen, hogy kiszáradt a torka, égett, fájt a bal vállam, ilyesmi voltak, bal oldalt a serif, elmegy a francba. Suhansz. Itt a 16 éves kortól lehet jogsi. Aztán itt vannak tanulók. Kocsival járnak iskolába. Itt meg a helyi járat. College életvált ezek már. Ja, 16 fölött van nekik. Nem kell messzire menjek, szerencsére. Az Eckert, az ahogy a Walk-in, tehát begyalogolhatsz, besétálsz magyarul, és hogyha akkor nincs éppen valaki appointmenten, akkor mehetsz. És elvileg, hát akár fél órán belül, sőt most már szerintem hamarabb. Szólítja a népet, otthon maradt a papír, hogy rohadjon meg. Mehetek haza. Mehetek haza, gyerekek. Otthon maradt a papír. Pedig mondta az asszony, hogy hol van. Az oltási igazolvány. Az elsőről, és arra írják rá a következőt. Mi jó, hogy beszéltem róla. Nincs messze. 3 perc, úgyhogy még jó, hogy most jutott eszembe. Ne öregedjetek meg soha. Covington. És a Covingtonra emlékeztető gyógyszer bevétele. Úgyhogy kezdjük újra akkor. Franc, egye meg. Benn van a irodámban a papír, ott a üvegasztalon, a üveglapon. Még ez ebben is volt. Francba.
Na jó. Majd jövök. Na újra az uton, ugyanitt. Ugyanott vagyunk, ahol visszafordultam. A gyerekek, ez egy kis kártya. Pont olyan, ami befér a briefkóba. És hát ugye rajta van a... Az, hogy te megkaptad a... Mi a fenét? És az nem árt, hogyha benn marad a pénztárcába, és ott van veled. Bárhol kérhetik, esetleg vagy bizonyítanod kell, netán, hogy te már megkaptad, akkor csak megmutatkozom, és ott van rajta, hogy mikor, hol és mit kaptál. Ugye? Úgyhogy ezt egy jó dolognak tartom, ebből a szempontból, hogy ezzel ugye identifájtolod majd, tehát igazolod magad, és akkor nincs fennakadás, bár ennek ellenére mindenhol, most is itt a busznak ott fölül van az a reklámja, tudjátok, ahol a számokat írják, meg különböző dumákat, hogy ki volt írva a busznak a homlokzatára, hogy mask required, tehát fel kell venni a maszkot, ha felszállsz a buszra. Ha tetszik, ha nem, és mindenhova, mindenhol fel kell venni. Ez egy tűzoltó állomás itt, lenni egy gyönyörű. Most egy ugyanilyen építenek kint a szigeten is, egy ilyen nagyot. És... Na, szóval kaptam beírást, már nem egyszer, de most újra megerősítette egy úr. Nagyon szépen köszönöm, majd mindjárt rájössz, hogy ki vagy, vagy hogy kinek szól ez. Hogy nagyon örül annak, hogy videózok, és hogy egyáltalán így, ahogy bemutatom a dolgokat, nem csak a főzést, egyéb mást, és hogy a videóknak a kicsengése, a hangulata, a témája, meg a stílusa egy pozitív kisugárzást ad, és hát és ilyen jó, kellemes érzést és jó hatással van ezekben a szorongós világban az emberekre, aminek én nagyon örülök. Szóval ez, miért van ez a természetesség? Én úgy gondolom, hogy én azt mutatom, ami van. Én ilyen vagyok az életben, nem csak a videón, hanem valóságban is. Én ugyanígy. Jó, az igaz, hogy nem mindent tudok, minden gondolatomat tudom veletek megosztani, mert ha így lenne, akkor sokkal több lenne benne a bazd meg egyebek. Na ide jövünk egyébként, itt van, ide, a helyre, és hogy megjöttem. Szóval ennek örülök, és hát remélem a továbbiakban is szolgálhatok ilyesmivel, ilyen kellemes érzéseket váltok ki az emberekből. Van, akiből nem egyébként, van ilyen is. Akiből pontosan egy negatív és egy, sőt, durohamot, nem szándékozom, durohamot okozni senkinek. Nem ez a célom. Na kérem, megjött Valgrin, úgyhogy megpróbáljuk. Így hivatlanul beállítok, hát majd meglátjuk, mit csinálnak. A gyerekek, megvan! 2 órát voltam. 2 órát. De készen vagyok. Én már megkaptam. Másodikat. Úgyhogy. Hát remélem, hogy hát lesz minden. Követitek a példámat. És akkor nem lesz mit a fülyetek is. Jó, felmelegedett a kocsi. És hoztam magammal a korábban. Gyerekek.
Több mint két óra volt. Na, bevegyünk a Home Depot-ba. Hamar végzek. Remélem. Elég nagy a forgalom. Audi 5-ös. Ó, gyerek, rá kellett tenni ám a légkondit. Hamar vagy 30 fok. Azt hiszem, hogy nem meg a Walmartba, nem meg a Rumzorba, vagy az Aldiba megy. Ja, mert a Walmartba megint visszafele kell menni. Marha nagy a forgalom. Sokan vannak. Mondjuk itt mindig sokan vannak. Itt mindig. Nagyon jöttek. Meglátom, itt van a hely. Hely az van, csak jó hátul. Az mindig van. Valahol. Jó, ide bezúrantok, az kész. Erről ennyit. Na. Gyorsan végzek. Felmelegszik rám a kocsi, gyerekek, percek alatt. Csak jó. Kell a légkondi, várj, szóltak hozzá. Mi vagy? Nagyon meleg van. Buccaneers! Buccaneers az a tempai csapat. Megnyerték a bajnokságot. Nemrég. Nagyon népszerűek itt a Tampa Bay-be. Ugye a rögbi csapatról beszélek, American Football. Idén sikerült nekik győzni megint. Nem tudom hány éve volt, akkor is megnyerték a világbajnokságot. Mondjuk én annyira nem nézem ilyen sportokat, nem szoktam. Ilyen bunyósakat nézek néha-néha. Boxolást, ökölvívás. Van az a cage fight, azokat szoktam nézni. De különösebben nem semmi mást. Hát ez gyerekek gonosz. Meg lehet ám szokni ezt a fajta közlekedést is, nem? Elég hamar. Rájössz a szisztémára, különösebben nem oktatják így a magát azt, hogy rájössz magadtól is. Meg hát így gyerekkor óta ugye mindig kocsival mennek, a
szülők viszik a gyerekeket, megtanulják. És mire elér a 16 évet, addigra tudja, hogy mit tudom én most. Külön nem tudom, előzés, meg így kanyarodj, meg úgy kanyarodj, megtanulják. Inkább a izére fordítanak nagy gondot, amikor vizsgázol, akármilyen furcsa, hogy milyen dologért mennyi büntetést kapsz. Ez van, vagy nem is tudom hány kérdés van, de majdnem a 50%-a ilyen. Van más kérdés is, persze, szóbeli, meg írásbeli, de meg azt hiszem, most már írásbeli, a szóbeli az megszűnt. Ha jól tudom, nem vagyok megbiztos. Egy biztos, egyszer megszerezted a jogsit, aztán utána már békén hagytak, nem kell újra vizsgázni soha, semmikor, csak hogyha elveszíted. Tehát ha pont a pontjaid által elveszíted, akkor igen, akkor újra kell vizsgálsz. Ezt háromszor meg lehet csinálni, aztán bevonják, mert kapsz, van 12 pontod. Ugye, na most, ha olyat csinálsz, hogy egy piros lámpa, az 3-at megbuktál, vagy 4-et, és akkor utána még egyet, akkor jobb, ha elmész a iskolába. Egy ilyen kiegészítő tanfolyam, akkor visszakapod. Vagy válsz nem tudom hány évet, mire elévül. Ez a teljes jogsi bevonást, azt meg lehet csinálni, mondom, 3-szor. Harmadjára már nem kapod vissza többet. És akkor ugye itt az a személyigazolvány is, akkor kapsz egy ilyen személyi igazolványt, ami nem jogosítvány. Ugye itt a jogsit kérik, bárhova mész, a driver license, azzal igazolod magad. Ugye azon vannak rajta olyan adatok, hogy hol laksz, mit tudom én, érvényes, stb. Ez egyben a személyi igazolványod is. De lehet csináltatni külön egy identifikációs ID-t. Tehát ami csak igazolod. Ugyanazok az adatok rajta vannak, csak fénykép, stb. De nem alkalmas autóvezetésre. Elfogadják azt is várból. Tehát valamilyen kártyának lenni kell, amivel igazolod magadat, hogy ki vagy. Amikor lejárt a jogsim, akkor nekem kellett egy olyat kérjek, ugye mert nem hosszabbították meg, mert még nem volt meg a hivatalos papír, és én úgy mentem el Texasba, hogy azzal a identification carddal. Tehát azt felmutattam és kész. Elfogadták. Elég szar volt. Igen. Aztán visszakaptam később. Ez ugye emigrációs témák, szóval nem büntetés volt semmi. Ez így volt, így ment. Soha nem állított meg a rendőr, gyerekek. Máma lejárt a jogsim, másnap megállítottak a rendőrök. Azt a kurva életbe. Érdekes volt. Mondom, az a április 30-án lejárt, és május 1-én megállítottak. Éjjel 2 órakor jöttem el a melóhelyről. Körbefogtak. El nem tudták képzelni, hogy mit keresek én. Éjjel 2 órakor a ipari centrumban, ugye ott kóvályok, tehát kóvályok. Jöttem haza. És gyanús volt, meg azt hitték, hogy betörtem. Szóval mondom neki, hogy haver, hát most jártak le a gépek, az milyen gépek? Hát mondom, a CNC. Miért azt, ha mit csinál? Mondom, a túlóráztam. Bevozok programozva a CNC-k, 3 darab, most járt le a program. És ha nem lehetett megszakítani a programot, szóval meg kellett várni, amíg lejár minden. Éjjel 2 óra volt. Jó van. Megnézték, mehet haza. De a franc rám jött. Nagyon megijedtem. Na, ott a Aldi, látja?
Menek, megveszek egy, nem kell sok minden, mondtam, hogy miért jövök, rizs, ilyesmi, amit ki kellett szórjunk. Újra kell vegyem, aztán megyünk haza. Mozogjatok, mozogjatok, rendőr, te is gyerünk. Marha rövid ideig adja a zöldet. Sheriff úr. Rendőr bácsi, kérem, adjon jelvényt, azt mondja a gyerek. Azt mondja neki a rendőr, küld anyádat. Anyám nem ér rá. Akkor nincs jelvény. Tudja mit, rendőr bácsi? Akkor bassza meg a jelvényét. Na, itt valamit csinálnak, gyerekek, oda néz. Gyönyörű az a csrak, mit szóltok hozzá? Ilyen lett volna nekem Ácson, a Kavics bányába, adja Isten, de gyönyörű. Jaj, de szép. És erősek. Kicsivel jobbak, mint a skodali azok voltak. Meg hát nagyobbak is, erősebbek. Azt hiszem, ezek kontinentálok. Kontinentálokja. Ah, mindjárt jövök. Egymás után jönnek a repcsik. Most, hogy ott álltam a lámpán, egy leszám, most megint jön. Azt az egy, zajlik az élet, mi? Rendszeresen. Hozzá a turistákat. Ott jön a pálma mögött, legyenek. Jön lefele. Na most már megyünk haza. Gyerekek, itt a nyár. Na nézzük, mit csinálnak ezek itt. Földcsere, kicserélik a talajt, valamit tesznek majd, én nem látom. Kíváncsi vagyok, mi lesz ott majd. Kísérjétek ti is figyelemmel, majd a tövén általában itt filmezek, akkor így jövök aldízni vagy valami, hogy mennyi idő múlva lesz ott készen valami. Én azt mondom, hogy 2 hónap múlva ott egy valami, mit tudom én, most egy ilyen bort lesz, vagy nem tudom. Még nem ki volt téve, a tábla nem volt. Ki szokták rakni, hogy mit építenek, meg egy képet is, hogy meg fog kinézni. De én merem állítani, hogy 2 hónap múlva ott valami új dolog lesz. Egy épület. Mozdulj be, haver, mert... Bizony a régi szép billentyös idők. Öröktem ám én is jó sokat billentyös. Voltunk a földet, Tatabányán. Mennyi dolgoztunk. Egy egész hegyet elhordtunk. Na jó, gyerekek, majd megmutatom, mit vettem, jó? 4:45, gyerekek. Jó, elment az idő. Na, miért mentem be? Hát megmutatom. Tészta, rizs, tészta. Ez ilyen... Melyik ez a regál? Fordítva. Azt mondja, hogy ez a rotini, ez a háromszínű, trikolor rotini, ez a penne, és ez a Sophie-nak ilyen idivaló, akkor spenót, oliva, ebben már nincs mag, múltkor szenvedtem vele, ez a fekete oliva, szójaszósz, egy chili szósz, kétféle, ez a Italian style is,
ez meg a penkó, ugye a kenyérmorzsa, fokhagyma, egy löncshús, kis tészta leveshez, levesbe. Na, megyünk tovább. Ez ilyen kész rizs, 90 másodperc alatt azt hiszem ezt meg kell csak mikrózni. Aztán kukorica, fagyasztva. Zellerszár, 3 darab paprika, banán, hagyma, ezek ilyen perecek. Meg kell csak egy kicsit majd pirítsam. Sárgarépa, mozzarella sajt, szendvicsbe, 2 darab szalmon, lazac, ez friss, nem fagyasztott, cheddar sajt, 3 darab gomba, akkor ez szintén ez provolone, szintén elvinni valókhoz. Ez itt gyers shrimp, garnélarák, egy zacskó virsli, német, German brand, ez pedig Sophie-nak ilyen be vannak panírozó, ilyen chicken breast, nuggets, patties, 12 tojás, és hoztam 2 bacont, nagyon szépek. Átforgattam majdnem az összest, nézd le, milyen szép bacon. És jövünk erre. Igen, hoztam Évinek, meg a Sophie-nak 2 epret, egy tejet, egy energia valami, és itt vannak ezek a zárak, amiért mentem Home Depot-ba, hát ez, ami ide jön, ide. Ez az a rész, meg ez a tüske része, úgyhogy ennyi. Azt hiszem $107 volt az egész, szóval. Kuxi levette a ruháját, az adja étszentség. Levetted a ruhádat? Ha? Kibújtál belőle? Na, anyád majd ad a seggedre, mindjárt itthon van. Mennek üzére, mennek a dokihoz, felülvizsgálatra. Varratot megnézi neki. Egyetleg a száját. Oké? Mindjárt itt van anyád, aztán mehettek. Na. Hát szóval van fél órám, hogy valami kaját csináljak. Fél órám, gyerekek. Aztán még el is kell pakoljak előtte. Most köszöntök mindenkit újra itt a... most már a konyhából. És hát... szeretném ezt a viszonylag gyors, nagyon látványos, színes, szép ételt ugye megmutatni, prezentálni. Ez hogyan is készül? Tehát 3 gerezt, fokhagymát, ugye nagyon vékonyra elvágok. Volna. Paprikákat vékony csíkokra vágjuk. Majd ugyanilyen apróra, mint amilyen vékony csíkok lettek, feldarabolom. Right. Na, ezzel meg vagyunk. Hagyjuk.
Először is félbe vágjuk, hozban. És akkor igyekszünk ugyan egy kicsit vágni. Ja. Megvan paprika és a gomba, amelyet csak így ilyen egyszerűen szeletelünk. Ezt most nem a tojás szeletelőben csinálom, mert ennek vékonyabbnak kell lenni, mint ha azzal csinálnám. És egyet megpróbálok így, és ha így nem tudom csinálni normálisan, ahogy én elképzelem, de jó lesz. Akkor gondoltam, hogy lecsapcsapolom, de úgy látom, hogy ez megy így is. Tehát egy csíkot levágsz, igaz? Itt akkor lapos lesz ez a fele, és akkor így már tudod szeletelni, anélkül, hogy meggurulna. És akkor végül ugye ledaraboljuk. És van itt két ilyen hosszúkás paprikánk. Ez nem túlságosan erős. Enyhén csipős. Ez csak így. Alright. Na most itt van főtrizs, borsó, kukorica, gomba, shrimp, crab imitation. Nagyon egyszerű, igaz? Oké, és akkor itt van a fehér hal. Ugye a szvaj. Az előkészületek ezennel még majd hagymazöldjét kell vágni később. Arra még van idő. Tehát akkor körülbelül ennyi volt. Felmelegítek szőlőmagolajat, vagy étolaj, bármilyen étolajat, és már is ezeket kicsit meg fogjuk itt dinsztelni. Ebben az edényben van vaj, és ráhúzom ezt a kétféle dolgot egyelőre. Teszünk rá, majd belejtettem, egy kevés olajat.
Igen. És átsütjük, átdíszteljük. Az egészet. Jó, ahogy egy picit már megpirult, ráteszik a rizst, a főtt rizst. Tehát fried rice, azaz sült rizsről beszélünk, igaz, gyerekek? Jó, ráteszik a gombát. Ráteszik a kukoricát és a borsót. Füstjükön fűszerkeverék. Ide jön a fekete bors. Szójaszósz. Ugye ez só helyett is, ezt mind rá lehet tenni, az alacsony sótartalom. Na, rendelkezik. De jó illata lett. Oké, pár darab vajat beledobálunk. Gyönyörű. Ide most már rátehetjük a shrimpet, ami már ugye készen van. Ha nyers lett volna a shrimp, akkor együtt kell a hallal ugye készíteni. Mivel ez már főtt shrimp, ezért ezt csak felforrósítjuk. Itt ez tulajdonképpen ez készen van, ez is, de még egy dolog jön, a friss hagymazöldje. Majd a négy darab felvert tojás. Amelyet már is nagyon-nagyon ügyesen elkeverünk. És rátesszük a húst. Szóval tegyem. És már is fel keverjük, átkeverjük szépen. Lezárjuk. Óvatosan. Mit szóltok hozzá? Jó lesz? Jó, lezártam. Voilà. És készen vagyunk. Koko! Most jöttek meg a orvostól. Egyé! Ő már nagyon meggyógyult, ez a kutya. Te. Hozzá majd egy vizes szalvettát, mert hozzá nyújtam a kutyához. Most hát gyerekek, itt van. Most én egy picit megkóstoltam, hát én érzem, hogy kis só
meg kis szóját én is tudok rátenni. Évi nincs oda ezeké. Ha neki sót van, akkor majd tesz rá sót. És van pedig még ázsia szósz, esetleg kell, hogy itt a szélire belemártogatni a halakat, meg egyebeket. Jó, és az ingyencek, mint én, ugye egy kis citronnyal még meg is hinthetjük. Ha elkészíted ezt az ételt, és nem akarsz, ne tegyél rá, a eredeti recept szerint van benne. Tehát nézzük. Jaj, de jó! Nagyon finom. Jó, Évi nincs oda a tengeri herkedjükért, de azt mondja, hogy elmegy. Ja. Nagyon hamar kész volt. Gyerekek, ez volt a mai nap története. Köszönöm, hogy végignézted. Holnap újabb tengeri étel jön. Lehet, hogy nem éppen kínaiasan. Meglátjuk, még nem tudom én sem. Kívánok jó egészséget, remélem tetszett a videó. Ha igen, kérem a lájkokat. Maradok tisztelettel. Évi és Jani bácsiék Floridából. Bye-bye!